Itt lehet kerámiától kezdve, nemezig, fás dolgokig, dísznövényekig, szárazvirágig és ékszereket is megtalálhatnak az ide látogatók. Fontosnak tartom azt, hogy a vásár idén is különlegességekkel szolgál, minden hétvégére tematikus programokat kínál az ide látogatóknak, mint gasztronómiailag is, mint kézművesek számára. Biztos, hogyha körbejártak a vásárban, akkor látták azt, hogy van egy gyönyörű szék adventi koszorunk, advent második vasárnapja után vagyunk már, több mint 400 kiló eszőből, 200 kiló szalmából Horváth Kata alkotását láthatják. Ha a karácsonyfához sétálnak, akkor pedig egy nézszalvas koszorúval találkoznak. A vásárnak fontos jelentősége még az, hogy nagyon komoly zsűri által, zsűri tulajdonképpen eldöntik, hogy kikerülhetnek be a vásárba, pályázat útján kerülnek be a tagjaink és részeseink, és a szövetségnek is van 70 tagja a vásárban. A szakmaiság és az egyediség és a magyar terméknek és tradícióknak a továbbvitele nagyon fontos a számunkra. A Kárpát-medencében egyedülállóak vagyunk, és szeretnénk ezeket a hagyományainkat megőrizni, és szeretnénk az utókor számára az a távotokra egy kicsit továbbadni. Szeretném átadni a szót Dezső Ildikónak és Viva Lajosnak, aki ma eljött a mi napunkra, és egy nyitott néhány program keretében szeretném megmutatni azt, hogy hogyan készülünk mi a Magyar Kézműves Szövetség a vicemokra. Köszönjük szépen a részvételt! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Hát a Lucáról annyit kell tudni, hogy a keresztény hit szerint ő egy szent volt, de most ebben nem foglalkozunk, hanem inkább ennek a boldogan és játékosan részével fogunk foglalkozni. És tudjátok el, hogy a Lucanak az a kislányoknak, illetve a nőknek az ünnepe. Régen a nők nem aznap semmi szúró, vágó felszámot nem vettek a kerükbe, tehát nem vartak, nem szőrtek, nem dolgoztak, hanem nagyon-nagyon sokat ültek, azaz kozogtak, úgy mint a tyúk, és ez az a népjegyelem szerint ez azért volt, mert akkor a tyúkjaik sokat tojtak. De átfordítva azt a mai világunkban, mivel itt sok kislány van, mivel tyúkotok feltételezem, hogy nincs, ezt ünnepeljük meg, hogy a kislányokban ne csináljanak házi feladatot, mert a ceruza és ez egy szúró szerszám, ugyebár. Meg kell mondani a tanító néninek, hogy ma a kislányok szúró szerszámot nem lesznek a kezében. Már készen vagy? De ha megmondod a tanító néninek, hogy hallottad a vörös marci télen, a kislányoknak nem kell csinálni a feladatot. Akkor a fiúk nem csinálják meg. A fiúk nem csinálják meg. Ne! A mai napnak, illetve a mai éjszakának van még egy nagyon-nagyon nagy különlegessége. Az, hogy ebben az évben ez a leghosszabb éjszaka. Bizonyán. És ezen a hosszú éjszakán a boszorkányok jönnek és mennek. Úgyhogy erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Jaj! Aranyos táj! Te hogy kerültél ide? Hát én bejöttem az ajtón, ugyanak söprő keresztbe volt téve, de arrébb rúgtam, bejöttem. Mert tudjátok gyerekek, úgy védekezünk a boszorkányok ellen, hogy a söprőt keresztbe tették az ajtóba, és akkor nem tudtak bejönni a boszorkányok. És akkor te hogy jöttél be? Hát, megvan nekem a magamhoz való eszem. Bejöttem a kulcslukon. Kulcslukon? Igen. Na, és tudjátok gyerekek, azért tudott bejönni a boszorkány a kulcslukon, mert nem volt bent a fokhajó. Tehát ha hazamentek,
minden kursunkba bele kell tenni egy fokhagymát, és akkor biztos, hogy nem fog tudni bejönni a fokhagymány. De a tetőre is bele kell valamit rakni, de a krimenyen be tud jönni. Mondd a Mikulás. Jó, jó, És a másik fajta kedves boszorkány, legalább mutatkozzál be a gyerekeknek, hogy hívnak téged. Nagyon sok szép nevet kaptam, így hívtak, hogy Viola, Rozália, de nekem egyik név se tetszett. És én választottam a Satrafa nevet. Bezártól Satrafának szólítsatok. Satrafa. Satrafa. Kedves Satrafa, maradhatsz itt közöttünk egy feltétellel. Jó boszorkány leszel, rosszaságot megcsinálsz, nem rontod meg a gyerekeket, hanem segítesz nekem itt a jósolásban. Most pedig jósolni fogunk gyereket. Ma december 13-a van, és karácsonyig 12 nap van. A népkérdelem szerint ez alatt a 12 nap alatt lehetett vagy manapkára csinálni. Azt pedig úgy készül, hogy félbevágtam 6 darab fagymát, és raktam bele egy kicsi sót. És az ablakom? Az ablakom is nem fogok. A lényeg a dolognak, hogy úgy tudom, hogy első osztályosok vagytok, és már a írás és olvasás tudományában jártatok vagytok. És kérek valakit, aki ne tudja azt, hogy most írni az a hónapnak a nevét, hogy január. Jól gyerek, minden. És erre a papírra írd rá, hogy január, és akkor beletesszük ide a egyik hagymát. Amíg ő írja, kérek egy másik öntén jelentkezőt, aki beírja, hogy február. Jól gyerek? Látom, a fiúk vagányabbak, a lányok ott vannak. A lányok már nem zolgoznak, nem írhatják. Ja, nem is írhatnak. Köszönöm. És most válaszál egy hagymány. Itt elengedjük el. Kérek még egy jelentkezőt, aki le tudja írni, hogy március. Fiú, látom, kivétel erősíti a szabát gyerekek. Vagy egy tompatszert, tompatózat. Március. Most pedig egy április feliratot kérek szépen. Április, gyerek. Május, kiválalja május, június. Már ott a fokhagyma. Július. Július, ugye szép virágos hónap, megjönnek a madara. Jó, hogy a
Augusztusra kérek egy fiút. Hát akkor ebben végeztünk, és a végén majd ide fogtok jönni az asztalhoz, és megnézitek, hogy mennyi levet eresztett a hagyma. Mert amelyik hagyma legtöbb levet eresztette, az nagyon csapadékos hónap lesz, tehát akkor azonban a hónapban nem kell elmenni nyaralni. És amelyik nagyon száraz lesz, akkor sokat fog futni a nap. Akkor lehet menni nyaralni. És ennek a luca napnak még volt egy másik